de azt mondod vizet, én azt mondom pezsgő, te azt kifizet. Azt mondom dollár, te azt mondod euró, én azt mondom forint, te azt mondod nem jó. Én azt mondom hitel, és azt mondom jó lesz, te azt mondod válság, azt mondod szóresz, azt mondom kocincsuk, itt van az új év, mondjuk ma este együtt, bujék, Na, nagyon jó tapsos közönségünk lesz, hölgyeim és uraim. Boldog új évet kívánok azoknak, akik itt ülnek, azoknak, akik otthon ülnek a készülék előtt, a külföldön élő magyaroknak és mindenkinek, aki ezt a csatornát nézi, és ha a másikat időbe kapcsoljon át hozzánk. Bújé! Mindenkinek boldog új évet kívánok! Ellenére úgy indult ez az egész szilveszteri kabaré, hogy azt énekelték, hallották, aj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 
bankcsőd. Nem? Hát mindenki oda van a bankcsőtől, kérem szépen, és kutatják, keresik az okokat, a hibákat, de arra nem gondol senki, hogy talán ő is hibás. Pedig benne vagyunk, mindannyian. Én elmentem abba az épületbe, ahol kerestem ugye felelősöket, ezt tudják, hogy parlament. Én bementem a parlamentbe, ott kerestek is engem, egy műsor szobába, oda mentem. Igen, nem tudom, mire gondol, de hát az nem az a hely volt minden. Épületbe, oda megyek a szobába, ahol várnak, egy tábla van kiírva, most képzeljék el a parlamentbe, a komoly munkahelyen. Azt mondja, hogy 10 perc múlva jövök, dolgozni mentem. El tudják ezt kérdezni, dolgozni mentem. Úgyhogy vártam egy ideig, később ugye rám jött, be kellett mennem az illemhelyre. És most jött a második meglepetés. Az illemhelyen a fajansz fölött következő feliratot találtam. Azt mondja, figyelj, ebben az épületben, ebben a pillanatban egyedül te tudod, hogy mit csinálsz. A bankcsődön. Minden esetre én megírtam az első bankcsőd versemet, fogadják szeretettel, egy jó kis vers, most mondom el először, tessék vigyelni. Itt az új év, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, a bankból a spórolt pénzem holnap reggel kiveszem. Kiülök a Kossuth térre, zsebemben a bankbetét, és onnan nézem sporolt pénzem, hogyan foszlik szerdező. Vigyék el, hogy túllezünk ezen is, és aztán az emberek utána szomorúak, szomorúság elmúlik. Hát persze a 70 év az 70 év, ugye, mert holnap után, mikor ez lemegy, akkor töltöm be a 70 évet. Nem azért mondom, hogy tapsoljanak, ne úgy mire. Neki annyira, ugye? Jó, rendben van, maga is annyira. De magán látszik, na mindegy. De nem azért volna. Hát elszomorodik az ember persze nyáron, amikor az ember jól néz ki, ki van gombolva az inge, ugye? Szépen le van sülve barnára, és kaptam egy levelet a Társadalombiztosítási Igazgatóságtól, menjek be, vigyem be a papírjaimat, azt hittem, már emelnek valamit, ugye? Maga is így van vele. Bevittem a papírt, a hölgy ült, jaj, művész úr, de jó, megismerem, nagyon jó, odaadtam a papírokat, azt mondja, minden rendben van, a papír jól van kitöltve, valami igazolványt mutasson, nézem. Na nincs nálam igazolvány, ne haragudj, ne várjon, hát rajta van 70 éve, ne, igazolvány, hát nincs. Szóval na várjon, gomboljon ki még egy gombot az ingem, és akkor majd megmondom. Kigomboltam, szóval fehér a szőre a mellén, biztos 70 éves. Hát, haza, mondom a feleségemnek, anyukám mit szólsz hozzá? Szóval te gomboljam ki, de... De olyan hülye vagy, mindig ilyen voltál. Mondom, miért? Hát látod?
ha alul is kigombolkozol, a rokkantságit is adnám. Jó, kérem, ez egy kivizsgálás lesz. Tessék, várni, mindjárt jön a főorvos úr. Valami baj van? Hogy ne lenne, uram, nem látom magán a kitűzőt. Milyen kitűzőt? Úgyhogy milyen kitűzőt? Uram, minden betegnek viselnie kell a kitűzőt. Vagy a pirosat, vagy a narancssárgát. Minek? Minek? Tudnunk kell, honnan jön a beteg. Nem mondták magának, hogy mindig hordja a kitűzőjét? Nem. Na hát akkor én most mondom. Tessék, választani, melyiket adjam. Muszáj. Előírás, tehát melyiket adjam? Melyik a divatosabb? Uram, nem az a kérdés. Önnek melyik szimpatikusabb? Nem lehetne mind a kettőt? Nagyon szépen megkérem, ne szórakozzon velem. Piros vagy narancssárga? Maga melyiket ajánlja? Édes uram, én nem befolyásolhatok egy beteget. Tessék választani. Akkor piros. Tessék. Sárga. Végleges, megjelöljük? Na jó, legyen piros, én színsemleges vagyok. Tessék. Itt a főorvos úr, tessék várni. Na, jó reggelt. Jó reggelt, főorvos úr. Jóság. Piros a beteg. Piros? Otthon nem állnak szóba, vele társaságra vágyik, vagy mi van? Kivizsgálásra jöttem. Kivizsgálás. Ahhoz értünk, ugye? Na mondja, mi a panaszod, de gyorsan, mert mindjárt kezdődik a magárendelésem. A házi orvosom küldött ezzel a beutalóval. Azt mondta, valami baj van a szívemmel. Mi van szíve? Na, vetkőzzön le, derék. Tudja, mit ne is vetkőzzön. Megállapítom, hogy az idegen szíve dobog, az orvostudomány eddig eredményeit meghazudtolva a bal oldalon helyezkedik el, ennek ellenére egészséges ember benyomását kelti, nyissa ki a száját, jó van, becsukhatja. Még bele sem nézett. Elég nagy a szája, még a torka is vörös. Nem ártana, ha néha mélyen magába nézne. Fölírnék valamit, de attól tartok használnak. Tudja, mit szopogasson szőlőcukrot. Elmondanám a panaszomat. Felesleges, a maga helyébe én is szarul érezném magam. Nem valami kedves a doktor úr? Más színben látjuk a világot, uram. Tudja, mi a maga baja? Lázas semmittevés. Lehet, hogy rossz kitűzőt választotta. Elnézést, főorvos úr. Kőszegi úr érdeklődik, hogy mi lett a kivizsgálásának az eredménye. Kőszegi, egy pillanat. Igen, mondja meg neki, hogy összeomlóban a szervezete, már csak hónapjai vannak hát. Elnézést, főorvos úr. Kőszegi úr narancssárga beteg. Narancssárga? Hát az más! Ja, hát az ne. Már persze. Igen, igen, igen. Mondja meg neki, hogy elő van jegyezve műtétre, aggodalomra semmi ok. Én fogom operálni, csókoltatom a kedves feleséget. Átadom, főorvos úr. Maga még mindig itt van? Még nem tetszett mondani semmit. Miért, annyira fontos magának a véleményem? Nem szeretem az egyoldalú embereket, ha legalább a felesége lábán volna egy kis narancsbőr. Hát szóval. Mégiscsak igaz. Micsoda? Hogy ilyen szemét ember lett belőle. Milyen jogon tegez maga engem? Nem ismered meg a saját apádat. Apa, te vagy az, mit kereselte itt? Szeretném megtudni, hogy beteg vagyok-e vagy sem. Belebetegedtem egybe a színjátékba. Piros, sárga, zöld, kék. Szeretném tudni végre, hogy beteg vagyok-e vagy sem. Teljesen megtévesztettek engem ezekkel a kitűzőkkel. A bozó doktornál sárga voltam, a búzs doktornál meg piros, én meg már lassan belezöldülök. Jó van, nyugodj meg. Tudod mit? Felírok neked egy nagyon jó orvosságot. Két színben gyártják, pirosban és narancssárgában. Ezeket vedd be 4 évenként váltogatva, ez a szigorú előírás. Kik írják ezt elő? Hát a politikusok, csak ők tudják. Szóval egyszer a pirosat, egyszer a sárgát kap be. És akkor én jobban leszek, akkor én meggyógyulok, ha ezeket bekapom? Hát az egyáltalán nem biztos, de így mondják a politikusok. Így mondják? Tudod mi, fiam? Ha így mondják, kapják be ők. Nem akar már sohasem a kevlemen tanyázni, jobb szeret a tisztelt házban naphosszat anyázni. Jaj, de régen
igaz történet, feleségem nem jó hal, nagyot hal. Van egy drága, aranyos barátom, ő fülész, orvos. És mondom neki, de hogy tudnám az asszonyt rávenni, hogy ide jöjjön? Azt mondom, nagyon egyszerű, állj tőle 20 méterre otthon, és kérdezz tőle valamit, de jó hangosan. Most ha nem válaszol, akkor menjél közelebb egy olyan 10 méterre. Most akkor is beszélj hozzá, ha azt se hallja, akkor menj egész közel, de ennyire, és mondjál neki valamit, vagy kérdezz tőle, és ha arra se válaszol, akkor nem jó, hal, akkor hozd be hozzám. Na, majd hazamentem, kipróbáltam, óriát. Anyukám! 20 méterre. Anyukám! Mi lesz az ebéd? Semmi válom. Oda mentem 10 méterre. Életem, mit teszünk ma? Nulla. Oda mentem ennyire tőle. Édesem, mit teszünk ma? Sűt csirkét, te hülye harmadszó mondom. Pista ba! No! Figyeljen ma! Mi? Hame csak! Akkor nem! Na most komolyan! Azt itt a újság, hogy növekedett a GDP. Tényleg? Tényleg. Nem mond ma! Nem mondom. Akkor nem halt meg! Kicsoda? Hát ez a GDP... Hagyjuk! A GDP? Az, Zambó GDP, az! Az nem az, Pista ba! Nem Zambó? De Zambó, csak nem az! Akkor meg miért mondod? Pista ba, a GDP az más! Más? Más! Szebb? Hát nem! Akkor mégis az? Pista ba, a GDP az más! Miért? Menő! Mennyire? Most? Most? Ha most nagyon. Akkor ideje aratni. Pista ba, maga nem tudja, mi az a GDP? Dehogy nem. Na tessék, mi az? A GDP? A GDP. Terjék unokája. Miért? Ha mert nem szebb, mint az Ambo Jimmy és nő. Hogy maga milyen hülyéket tud beszélni? A GDP az a bruttó hazai össztermék. No. Akkor miért nem azt mondod? Hát mert így röviden. Imént azt mondtad nől? Nől, de nem a neve. Kár. Pista ba? No. Azt tudta, hogy ez nekünk jó? Micsoda? Hát, hogy nől. Hogy nől? Hogy nől. Azt? Azt. Azt nem tudta. Pista ba? Most, hogy tudja, visszajadja azt a 400 forintot. De biztos, hogy nől? Hát biztos, a újság írta. Akkor vissza. Most? Most. Tessék, itt a tarcam, vedd ki belőle! Pista ba! No! Üres a tarcája! Üres? Üres. Érdekes, pedig nől a GDP! Pista ba! No! Lehet, hogy nem es nő a GDP! Ha újság írja, akkor nől! Hát most akkor kinek így akar? Újságnak vagy a tarcájának? Hát, te Józsi! No! Ez a GDP, ez hogy néz ki? Hát olyan... Sehogy mert nem látható. Nem látható? Nem. De mondható? Mondható. Na, akkor most azt mondom, ott van a 400 forint a tarcában. De nem látom. Na látod! Akkor én most visszakaptam a 400 forintomat? Vissza! De jó, már csak egyet sajnálom. Na, no, micsoda? Hogy miért nem kértem kamatot? Elnézést kérek, Csumida, bujjék magának! Mondom, bujjék magának, nem, csak ez csak azért van, ám ez egy országos bemutató körüket. Csak akarom mondani, hogy rám kenik, hogy mi visszük el a gyűzsdavasat és a fémét, ezzel az a békét védett, az közben meg a nagyját ők bugázzák, a Mák Szarkos! Itt van! Mák Szarkos! Köszönöm a kicsit, köszönöm milliószor, egyen meg a zivit. Látom, bocsánat, meg a zenész? Bonós vagyok. Én meg húzós.
De valaha én is sokat bazseváltam, játszottam a világot jelentő deszka. Mi lett a világot jelentő deszka? Apró facsókolom meg. Gondolom áttért hegyedűrő zongora. Igen, de csak akkor a páncéltökéje volt neki akkor. Megkérhetem, hagyjon engemet be, hagyjon már békébe. A bank nyitására várom. Szinte én, szinte. Ugyanis megjött a gázim a salzburgi filharmonikusoktól. Jó, kegyed a Salzburgba, bazseva. Jó, azt a Milovét lehet ottan keresni. Egy ezres. Maradj már, hogy ne menj el már. Legyen három orrot, hogy jobban szaglásszál már. Csókolnak már. Hát mit akarsz te azzal? 1000 forint az a nullából. Nincs oda, miről beszél maga? 1000 euró. Jó. Látott már egybe 1000 euró? Jó, egyszer láttam, de az nem az volt. Maga is a bank nyitására van? Ja, de pontosan arra, mert a személykölcsönt akarok főben ide. Nincs hozzá a kezesen. Asszony azt mondta, addig ne gyűjjek haza, mi kezest vagy kezes lábasz legalább nem tudom. Ha valami kérdezik. De figyeljük, olyan marhát maga nem talál, aki magának aláír egy kezest. Szó szerint ezt mondta az asszony, hogy olyan marhát nem találok. Egy, legyen két fejet, hogy jobban lássák. Egyszerűen azt mondta, hogy nem találok, de múltkor láttam bankrablásni. Mi? Saját szememmel láttam. Képzeld el, az az ócska mocsok bankrabló. Megjött egy fekete Mercedes, kiszállt az autóból, bement a bankba. Mit csinált a biztonsági őr? Eléugrott, azt mondta, kedi csókolom vezérigazgató. Jaj, ne! Hát ez az asztmám, csókolnak. Hiteltad a hitelképesség. Attól függ, hogy milyen a maga hitelképesség. Hiteli mindenre képes vagyok, ezért egy csókolnak. De ha nem fizeti a részleteket, felkerül az adós listán. Na, dolog, ezen a listán annyi manus van, az ennyi még magyarosítva se ismerik föl maradni. Hogy hívják magát? Kulcsár Lakatos József. Hát a nevem meg. Kulcsár Lakatos József. Lakatos. Na, elég ritka nézve. Ritka nagyon. Na, kulcsár se drága. Tudja, hogy mi a maga baja? Nem. Az a maga baja, hogy a pénzügyi kultúrája nagyon alacsonyan áll. Az az, hogy ugyanezt mondta, a pénzügyi kultúra nélkül reggel. Van magának például folyószámlája? Folyjon a szemem, ki, ha tudom, miről beszélni. Folyószámla, arról lehet fizetni a közüzemi díjat. Azt mi nem fizetünk, mióta új polgármester van, csókolnak. Nem fizetünk mi, se vízdíjat, se csatornadíjat, semmit nem fizetünk. Megkérdezhetném, melyet? Se vízünk, se csatornám, csókolnadíjat, nem fizetünk. Hát figyelj, igen. Én most felveszem a salzburgi gázsimat. Az Isten gázs. Rögtön befektetem egy zárt végű befektetési alapot. Ja. Tudja, mi az, hogy zárt vég? Sajnos igen, a sógorom bezárták, ez lett a vége. Így lett zárt végű. Látom, fogalma sincs. Persze az is lehet, hogy állampapírokat veszik. Arra nagyon kell vigyázni. Különösen kérlek szépen, olvastam a Financial Times-be, kérlek szépen, hogy a forinttal kell vigyázni, mert állítólag nagyot esett. Hogy? Eltört a lába már. Nagyon ért maga pénzi, nagyon ért. Perfekt. A miért nem lett maga broker? Tróger, te öreg anya. Én tróger, hogy mondtad te ilyet? Tudod te, mi vagy te, én tróger? Te egy rasszista vagy. Nem vagyok egy rasszista. Te egy rasszista. Nem vagyok rasszista. A mi vagy? Basszista vagyok. Basszista, egyedül, ha valamikor én is bazsevát, látod a számot? Látom. Fuvós voltam. Fagott? Mi? Nem fagott rajtam semmi, kérlek. Nem fagott rajtam, mert hogy a fülem rossz volt, kérlek. Na. Csókolom az aranyszívet, abba hagytam mindent. Országos ügyekbe, népszavazás. Népszavazás, miről akar maga népszavazás? Azért jöttem ide a mikroszkóba is, majd a közönséget is, népszavazás, soha na. Többet. Roma kifejezést a magyar nyelvben ne használjunk. Például olyat, hogy ne egyetértesz, itt jön majd alájnod azt, hogy olyan, hogy cigán pecsenye. Na, az vége. Nem. Füstös túl sok hagymával. Ez legyen a neve. Érzem a szádat. Na jó, hát na, várjál, abban az ebben aláírom, ha azt is beveszitek ide, igen. Hogy olyat se lehet sem mondani, hogy cigány útra megy. Azt nem lehet. Az lesz helyet, hogy magyar esvényen megy. Magyar esvényen. Magyar esvényen. Egyébként. Na, várjál. Na, várjál.
azt a cselésen soha se többé mondani, hogy cigánykereket hány. Azt nem lehet, cigánykerek nyisd. Most őszintén szoktál te cigánykereket hány? Műzlit szoktam marhára, de nagyon műzlit. Utálom a műzlit. Most mondom a legfontosabbat. Azt se lehet soha többé mondani, hogy ha majd cigány gyerekek potyognak az égből. Hát azt nem lehet. És a be, gyerek bevesik a betonba. Hát szó se gyűlölet beszédad. Olyan gyűlölet beszéd, amit a sólyom madár nem szavazott meg. Álljon meg a vezetőt! Mi a baj? Irodalmilag mi az, hogy egy roskatagőr? Azt sem mondják soha többét, hogy a vén cigány! Azt nem lehet, az lesz helyett a vén cigány, hogy a bácsi, gyilaváz van! A Majka de Priska! Majka de Priska, azt lesz helyett, hogy... Na! Na született Rajko! Jó! Az lesz helyett, hogy... Igalászik, lassan igalászik! Zsidalát, kímet is alá, legyen meg egyedet, legyen négy fület, hogy jobb a haját. Legyen négy lábat, hogy jobb a mennyét. Legyen két fejed, az egyikben ész is legyen. Mondja be hülyeséget. Igyen meg a gyerekvárja, közönöm az Istenvárja. Remélem most már örülsz. Nagyon örülök, kezdve. Miért örülsz? Boldog vagyok. Mert a személyi kölcsönhöz megvan a kezesem. Nagyon veszélyes nótát fog énekelni, nem a recsenyőt, jaj! Csunap csak 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 Ha nincs benne képviselő eladó, dőjön össze a parlament fogadó. Ha nincs benne képviselő eladó, dőjön össze a parlament fogadó. Hely Magyarország! Csumidázlak benne! Vörös fejjel a tévében ordítozva agyáznak, de frakciózva a fogyosom, mint sok pénzügy magának. A képviselő azt tanítja a fiának, hogy állampénzből vegyen lakást magának. Képviselő azt tanítja a fiának, hogy állampénzből magának. Hey, csumi, dalaj, csaj, dadi, dabaj, csaj, csidat, dadi, 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 dadi. Most jön a veszélyes verszak, gyerek. Jaj, jaj. Üzletelés színtere a parlamentnek vécéje. Egyik párt a másik párttal ott jut egyességre. Kis dolgokat, nagy dolgokat megoldja, s az ország gondja maguk után lehúzza. Kis dolgokat, nagy dolgokat megoldja, s az ország gondja lehúzza. Egyen meg! Bújj! Tegye meg a szíveteket, csókolom! Most egy olyan aktuális problémáról fogok nektek dalolni. Ne lepődjétek meg rajta. Kisebbség volt édesanyám. Sejtetted mi? Tovább a kisebbség volt édesapám. Tovább megyek. Kisebbség volt a nagyanyám, ők nagyapám, Dína nagyanyám. Oh. Nézz utána te is a személyed azoknak. Maradjál. Kisebbség a feleségem. Jaj, de nagy a szája vélem. Azt mondja reggel. Józsi. Az ágyba se vagy te a régi. Magának is azt mondták. Akkor duplán vagyunk. Kisebbség. Bújjék! No de. Kisebbség az egész ország. Jó. Azt ezt is, de megosszák. Nyírfágon sárga rigó, él itt olátót és zsidó, svábbunyavác, horvát, romát,
pajtás, ne feledd el soha, hogy egy a szívünk, egy az agyunk, s ebben a nagy szarban most együtt vagyunk. Egyetértünk, csóko, bujé! Várjál, most jön a harmadik. Parlamentben nincs sok roma. Nem oldják meg ott ezt soha. Ezért fordulok a magyar defalához. Van ilyen. Csumidázok minden szentnek. Szólok a roma istennek. Kész csókomat elküldöm a pápához. Jön egy másik kisebbség. A harmadik is Rigó. A magyar Rigó, békülj ma meg a romával. Rigó, te roma Rigó, lesz még egyszer szép a madárdal. Hey, Rigó, te magyar Rigó, békülj meg a romával. A gyomrom ezt már nem győzi, az asszony 100 000 kérkor.
A bulvár csatornák azt mondják, hogy a 18-tól 49 éves közönség az az, amelyik érdekes. Azt kell preferálni, hiszen arra lehet reklámot aladni, és akkor jobban vásárolnak. Én ezzel abszolút nem értek egyet. Mert szerintem vannak olyan művészek, akik lényegesen több évesek, mint 18 vagy 49, és nem az a fontos, hogy vásárolni lehet miattuk, hanem az, hogy kitűnő művészek, akik szerintem önöknek is a kedvencei, és örömmel fogadják őket. Következő jeletet játssza Baranyi László és Lórá Lenke! Megcsináltad a WC-le húzót? Mi? Hagyjál már engem! Megcsináltad? Nem. És megcsináltad a szekrének a lábát? Mi vagyok én a stalos? És megcsináltad a villanyt az előszobába? Mi vagyok én villanyszerelő? Hát nekem! Ezzel szemben én átmentem a szomszédba, becsöngettem, ahol kinyitott egy gyönyörű szép magas kétméteres férfi az ajtót, göndör hajával. Átjött és rögtön megcsinálta. Ez nagyszerű, és mit kért érte? Hát, azt mondta, hogy süsek neki egy tortát, vagy feküdjek le vele. És te sütöttél? Hát, mi vagyok én? Cukrá? Csaltál engem! Jaj, de hogy csaltalak meg! Hát tudod, hogy imádlak téged, te mackóval! Emlékszel, amikor sétáltunk az áruházba, kézzel, kézzel! Bejjed a kézbe, ha elengedem, akkor rögtön vásároltál volna. De nem veszed észre azt, hogy én nagyon tetszeni akarok neked? Igen! Hát a múlt héten is csináltattam magamon egy iszappakolást, teljesen tetőtől tart. Ami igaz, két napig gyönyörű voltál, aztán leszáradt az iszap. Na hát, hogy hogyan kinéz valaki, arról beszélhet. Miért? Én például kitűnően, és tudod, minek köszönhetem? Mert karma tartom magamat, ja. Hát emlékszel, tavaly az opera bálon, hogy megbámultak az asszonyok. Hát ebbe igazad van, apukám, mert találtál a Kempinski parkolójába két ingyen jegyet az opera bárra, rendben van. Az, hogy megbámultak az asszonyok, az is rendben van. De hogyha a smokingod alá nadrágot is vettél volna, akkor a kutya nem nézett oda rád. Az a sok gyönyörű asszony, micsoda nők! De miért van az, hogy a legnagyobb idiótáknak van a legszebb felesége? Köszönöm a bókot! Van egy kérdésem, miért van az, hogy a kovácsnét mindenhova magában viszi a férje? Aztán mi haszna van belőle, mindig hazatalál az asszony. De miért van az, hogy valahova vigyél el engem? Na hagyjál, ha nem mocsálj! De valahova olyan helyre vigyél el engem, ahol még soha nem voltam. Például a konyha. Te édesapa, utazunk el együtt. De hagyjál békét! De várjál! Utazzunk el mondjuk Prágába! Jaj, de jó lenne! A hasek kosmába begurítanánk két kosmát! Utána sétálnánk! Károly hídon! Hogy elmennék Bécsbe, jaj! Utána elmennék a Zahelbe, benyomnám két famos tortát, benne vagy? Benne vagyok! Óriási, csak én most nem tudok választani, hova menj! Tudod mit, menjünk el mind a két helyre! Király vagy! Te Prágába, én meg Bécsbe! Van nekem egy szomszédom, Zsiga bácsinak hívják, ő galambász, egy tüneményes ember, egy bűvár, okos, mindenre reagál, és ilyen furcsa gondolatai vannak, például múltkor, amikor a népszavazás után tudják, a vízidíjat leszavazták, és akkor mondom, na Zsiga bácsi, kész, le van szavazva, nem kell fizetni, na elég baj az. Mondom, miért? Hát ne viccel, hát azért. A szegény ember méltóságát is leszavazták. Mondom, hogy leszavazták? Hát úgy, hogy eddig lefizettem 300-at, és büszkén mentem be. Most már holnaptól szegényként megyek. Na most... Ez a Zsiga
bácsi most is, ahogy jövök be, kérdezi, hova megy művészkém? Melyek? Mondom, a szilveszteri kabarét veszünk fel, azt tudom, másik csatorna. Mondom, igen, az ATV, hát akkor annak a csatornának is mondja el, hogy olyanok a mi politikusaink, de az én galambjaim. Mondom, hogy? Amik lenn vannak a földön, esznek a tenyeremből, felszállnak, szarnak a fejünkre. Gyere, téged még felhörgünk, de nagy az én bánatom. Szavasz, öcsém, meséljél, mi újság van? Na, mi van, meséljél, mi van? Micsoda szörnyű nap. Ez életem legszörnyűbb napja. Jaj, már ne hülyéskedj, hát csak vicceltem. Mindjárt fizetek egy másik piát. Nem, jó? Erről van szó. Nem erről van. Akkor is ez életem legszörnyűbb napja. Nem fogod elhinni, hogy mi történt velem. Elkéstem a munkahelyemről, erre kirúgtak. Kimegyek az utcára, ellopták a kocsimat. Végre felszállok a vonatra, két bőrfejű nekem esik, és agyba főbe vernek, és elviszik a pénztárcámat. De semmi, végre nagy nehezen hazaérek, és ott találom a feleségemet az ágyba egy idegen férfival. Kész, vége. Vége, nem csinálom tovább. Feladom, végzek magammal, és öngyilkos leszek. Na és? Erre jössz te, és kiiszod a poharamból a ciánkálit. Tetszett az előadás. Jó van, mindenkinek tetszett, rendben van, örülök, tévénézőknek is, hát. Aztán lemegy a műsorszáll, jönnek a kritikusok. Na hát a kritikusok, hölgyeim is. A kritikusok, de gyorsan elmondom, a kritikusok pont olyanok, mint a nőgyógyászok. Tudják miért? Ott keresik a bajt, ahol mások az örömöt. Bujjék! Jó napot, doktor úr! Önt operáltuk szürke hájok helyett, Vak Béla? Nem, nekem a vesémet vették ki. Eredetileg mi volt a baja? Eredetileg a lábamat műtötték, aztán amputálták a karomat. Karjával mi történt? Semmi. Összekevertek a berkesnével, aki felpuffadt. És maga nem puffadt fel? Drága doktor úr, én még soha az életemben nem puffadtam fel. Nem is értem, hogy kerültem a korbonctarra. Ön akkor még élt? Hát, azt hiszem. És ráboncoltuk? Nem, mert addig kaptároztam, még rájöttem, hogy élek. A szegény Józsi bácsi ezt már nem tudja bizonyítani. Ja, akinek a prosztata problémája volt, ugye? Szervátültetést hajtottak rajta végre. Beoperálták a prosztatáját Aranka néninek, aki bent feküdt a pszichiátrián depresszióban. Van már valami eredmény? Azóta nő a szakálla, és részleteket olvas fel a Bibliába. És mivel kárpótolták Aranka nénit? Rávarták a Józsi bácsi mosolyát. Na, ez jó hír. Engem meg erőszakkal bevittek a szájsebészetre. Hogy? Azt mondtam, hogy fáj a fogam a Matildka nővérre. Önnek szedtük szét az állkapcsát kísérleti célzattal, ugye? Nem, azt a Kalocsai nénak. Azóta úgy néz ki, mint egy vámpír. Kiszívta az éjszakai nővérkének a nyakát. Én meg azt hittem, megint összejött a Gruppen doktorral. Jó, hogy mondja a Gruppen doktor, kivette a mi omámat. Adok neki hálapénzt? Azt hiszem. Szóval rájöttem, hogy nem is a mi omám, hanem a tüdőm. Micsoda szórakozott ez a Gruppen doktor? Először azt hittem, a mandulámat veszik, aztán elkezdtem fulladozni. Hát mondom, ez a tüdőm. És hogy élte túl? Hát kaptam a halpiacról egy használt kopolyt. Most már legalább tudom, miért ilyen magas a kórház vízszámlája. Tehát hogy kerültem a nőgyógyászatra, doktor? Ön férfi? Hát eredetileg az vagyok, csak később voltam kénytelen szülni. Micsoda? Ön szült? Hát ismeri a Gruppen doktor. Olyan erőszakos, mit volt mit tenni? Örülök, hogy így együttműködik az egészségügyel. Nehéz szülés volt. Jó, gratulálok. Gratulálok. És mi lett, fiú vagy lány? Azt hiszem, egészségügyi miniszter. Aja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 j
Én azt mondom, gumigyár, jól jár az állam, de kint van a seggünk, felkopik az állam. Ajja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 jj
Én azt mondom, habzik, te azt mondod rába. Én azt mondom, fodor, te kilóg a lába. Én azt mondom, jó lesz, te dehogy csak hiszik. Én azt mondom, euró, nem hozzák viszik. Én azt mondom, dinnye, te azt mondod, alma, a gazda meg nem tudja jobbra vagy balra. Te azt mondod, jövünk, miénk a tanyád. Én azt mondom, jövünk, te azt mondod, anyád. Göndör a haja, szív, látom, ugye? Fodrász nem volt. Képzelje, igen. Látom, be volt zárva az üzlet. Nem unja még ezt a hülyeséget. Ugye hol volt, hol nem volt, hogy nem láttam magát a parlamentben, ezen a csodálatos Kossuth-díj átadási ünnepségen. Ah, miért maga ott volt? Majdnem. Más dolgom akadt nekem. Ide figyelje, maga azért nem volt ott a parlamentben a Kossuth-díj átadáson, mert magának azt mondták, hogy menjen a pecsába. Hát ha nem is ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényeg. Mondja, hadsereg. Elment a Petőfi csarnokba. Hogyne, hát szoktam én föllépés lemondani, ne viccelj. Hó, valami jó zsíros hakni. Ne irigyelje. Fölléptem, de a fele pénzt mindig elviszik adóba. Ha. Hadsereg, érd maga az adóügyekhez. Kevesebb. Egy nagyon kevesebb, de még nem jogerős. Ha becsukják magát, én bemegyek magához beszélőre. Igen. Ugye mi az a beszélő? Hogyne, az anyós mindig át akar jönni, de mi nem engedjünk be, az a beszélő. Jön már, fenéket, figyelj ide. Mondjam. A börtönben a beszélő telefonon bonyolítják, de van köztük egy üvegfal. Igen. Ugye mit, játsszuk el? Játsszuk el. Na jó, maga mondjuk bent van, én meg kint. Nem lehetne fordítva? Nem, maga van bent, én meg kint. Vegye fel a kanyót. Halló. Üdvözlöm, Ácsek úr. Üdvözlöm. Mi újság? A börtönparancsnok feleségét dugja egy pizzafután. És ezt még nekem mondja? Ha lehallgatják a telefont. Legyen egy jó napja a parancsnoknak, persze. Mondja, Ácsek. Igen. Van a cellákban televízió? Az csak a szigorítottaknak jár. Ide figyeljen, adok magának egy baráti jó tanácsot, mint egyik férfi a másik. Figyelj, ha a közös zuhanyozóban lejti a szappa, ne hajoljon le érte. Későn szól. Képzelje, meg lett a szappan. Hogy a felesége meg szokta látogatni? Elég gyakran, igen. És mit szokott bevinni magán? Legutóbb egy flakon tusfürdőt, hogy ne kell a szappan nyíli. Ez igen. Ez ügyes, és bevált a trükk? Nem, ez is leesett. Ha jól van, fejezzük be. Hagyjon a maraságaival. Slusz téma befejezve. Még szívesen elmeséltem volna magának. Kim voltam a pekingi olimpia. Ne mondja, hogy került oda, gyúró volt? Ne, hogy gyúró volt. Edző volt? Nem. Hát mi volt? Nézőként. Ne mondja, hány méteres nézésbe indult? Édes Isten, értse már meg, hacsek. Én szurkolni voltam. Munkára is rávették a boltat. Szurkat között kenegetni magának. Becsület Istenemre, én vagyok a hülye, hogy leállok magába beszélni. Mondom, én vagyok a hülye, hogy leállok magába. A kagyló elrontott a fél, mit mondom? Megsüketjük? Igen. Én vagyok a hülye, hogy leállok magába beszélni. Ezt tudtam, csak jól volt három szó. Ide figyelj! Viszont hallottam, hogy maga meg a nagybátyjánál volt látogatóban, Ausztráliában. Gyönyörű ország, gyönyörű, de minden fordítva a képzelje. Itt reggel van ott este, egy éjszaka van ott nappal, és a tetejében ott van az állat, ez a kenguru. Mit akar tőle? Egy aranyos kis állat, egy erszényes állat. Hát ez az érdekes, hogy tele az erszényes a farkára támaszkodik.
Bocsánat, inkább arról beszéljen, hogy hogy bírta ezt a hosszú repülőutat. Volt egy kellemetlen utas, ez mindig panaszkodott, okvetetlenkedett, hogy rossz helyen ülök, mondta, nem látom a tévét. Ó, és mit csinált a stewardess? Rászólt, hogy pilóta úr, álljon már föl, mert mindjárt indulunk. Tudja, hogy én mit kértem Peking felé a stewardess? Nem tudom, de szerintem azt kérte, hogy üljön az asszony hátra a vécsére. Nem, azt kértem tőle, hogy hozzon nekem egy kurva asszonyt. Micsodás? Egy kurva azért! Csak így, és hozott magát? Hát persze, hogy hozott. Én gyorsan végeztem vele. Hát igen, akkor egy éve? Igen. És mondtam, hogy hozzon még egyet. Ott mindenki előtt? Persze, mindenki. Hozzon még egyet, mert én elalvás előtt mindig kettőt. Kettőt a hányat? Igen, kettőt. Maga, elalvás előtt hányat szokott? Én, uram, ha én alszom, olyan kurvát hozhatnak, amilyen dolgok. Meg a méreten aluli, hagyjon már még. Ha tudni akarja, engem Pekingbe egy nagyon kedves kínai házaspár meghívott vendégség. Ez egy aranyos család szeretője. De remélem maga úriember volt, mint a magyar ember, vitt valami szép ajándékot. Micsoda, az volt az est fénypontja. Mit vitte? Amikor elővettem a fütyülősömet. Ezt vitte elő. Gondolom röhögtek, mi? Dehogy röhögtek, elmúltak ájulva. Igen. Ilyet még nem látta. Elhiszem, igen. Még a feleségem is meg volt lepve. Igen. Ő se látott mindig. Hát igen, palaszkodik is a postásnak, igen. Igen, meglepetésnek, érti? Meglepetésnek. Meg is kérdeztem a házi asszony, hová dugja a fütyülőt. Megmondta? Persze, azt hova, mondta, tegyem be a frigiderbe és csapjam rá az ajtót. És maga rácsapta? Igen. Látom, ülve tud állni az ajtót. Harski! Hagyom végig! Téma befejezni. Nem lehet magával ilyenekről beszélni. Mit szól az amerikai választás? Óriási. Az amerikai választás az óriási volt. Mi volt? Ki lett az elnök? A Putyin. Édes jó Isten. Az a szerencsétlen, hát a Putyin az nem amerikai. Ráadásul már nem is elnök. Hogy ott a puncs volt ott? Puncs az eszekodját, ez is elmagyarázza. Magyarózza, szeretem a maga magyarózza. Figyelj. Putyin volt az elnök, és a Medvegyev volt a miniszterelnök. Most a Medvegyev az elnök, és a Putyin a miniszterelnök. Köztársasági elnök lenne a Gyurcsány, a Gyurcsány lenne a Sólyom, de akkor át kéne írni a szlogent, azt kell mondani, hogy Sólyom mondjon le! Sólyom mondjon le! Nekem megvan a véleményem a maga Putyinjáról. Mi, kedves ember. Mi, csak kedves, bevonult Abháziába. Igen, akkor találkozni fog a feleségem. Hogy? Ő is Abháziában nyaral. Édes jó Istenem, nem Abházia, Abházia. Mit házik itt? Mondom, Abházia. Mi a különbség? Elmondom, Abházia a fekete tengerpartján van, Abházia meg az Adriai tengerpartján. És akkor hol a Putyin? Bevonult Grúziába! Ne mondj, akkor nem találkozik a feleségem? Nem fog találkozni a feleségem! Hát akkor nem mondja! Ne szórakozzon, már tudja, hogy hol van Grúzia! Honnan? A térképen, állítod? Hülye víz, de ott laknak a tejbe grúzok! Figyelje minden! Grúzia csodálatosan szép ország, hatalmas hegyei vannak. Ilyen hegyes ország. Csodálatos szőleje van. Szőlő. Nagyszerű borok vannak. Sőt, konyak is van. Konyak, és tudja, mi van még Grúzia? Nem tudom, mi van még. Tudja, mi van még Grúzia? Most mi röhög? Ne csinálja, ez nincs benne a szövegben. Ez hülye, mi röhög? Tudja, mi van még Grúzia? Veregi, mi röhög? Most mondja meg. Tudja, mi van? Ne röhögjön, mi van vele? Mi van? Sasli. Hova? Tudom, hogy mi az a saslik, de nem én foglalkozom vele. Ki hogy de ne mondom. Saslik, igen. Hova bujék?
mondom magának, hogy én tudom ennek ellenére mi a sasi, de nem én foglalkozom vele. Hanem kicsoda? Az urológus. Hát ott, hogy maga megüt a kutya! Ez nagyon helyes, ezt még megvárok. Igen, rögtön meg. Ne figyelj! Magának én hiába magyarázom. Magának fogalma sincs a mai helyzetről. Nincs az ország bajairól. A szexről. A kormányról. Magának én hiába magyarázok. Maga a világon semmit sem ért. Most fog meglepődni. Sok mindent értek, én vagyok hülye. Értek én, csak nem mint Hacsek, hanem mint egy kis ember, mint itt bárki. Hát nem a hülye, hát amikor például én azt hallom, Sajókán, hogy azt mondják, hogy költségvetési hiány! Mindjárt az jut eszembe, ki az Istenné van a többlet? De valahol van! De nem nálunk! És amikor megyek az utcán és hallom ezeket a dumákat, a csalásokat, a bugát, mindent, azt is, hogy hülye vagyok én, csak egyet mondok magának. Mi nem ilyen lovat akartunk. De ha már ilyen a ló, legalább nem ezt a részét. Így van? Józsika, 70 éves vagy. 70. Több mint 50 éve a színpadon vagy. Hóna. Igen, nem veszed észre, hogy hol élsz? Nehogy hogy mi nem. Van körülötted? De! És nem félsz? Hát hogy? Mitől? Néha az utcán, de itt minek? Hát ilyen közönség van, tapsolnak, és holnap új év van. És azt mondhatom neked, hogy holnaptól, mint Sajó, tegezhetsz. Oh. Szervusz! Szervusz! A közönség is mondja, szervusz! 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 Szervusz, fajtás, szervusz, jó közönség! Én holnap is mondom a magamét, bocsáss meg, ha dráma is volt benne, mi nem akartunk más, csak kabarét. Egy nagy mezőutcai pesti ember, ki izgága, mert dumál és dalol, s a link hazug politikával szemben, csak veled akart röhögni valahol. Én jól éreztem magam itt ma este, de nagyon olcsón vetted a jegyet. De kettőnk közül csak én jártam jobban, mert együtt lehettem itt veletek. Hát szervusz majdtás, szervusz, jó közönség! Én holnap is mondom a magamért, én csak azért is mindent kiröhögve, mi nem akarunk már, csak kabarét. Hát szervusz majdtás, szervusz, jó közönség! Én holnap is mondom a magamét, és csak azért is mindent kiröhögve, mi nem akarunk már, csak kabarét. Hát szervusz fajtás, szervusz, jó közönség. Én holnap is mondom a magamét, és csak azért is mindent kiröhögve, mi nem akarunk már, csak kabarét. A kabaréban nincs anyázás, nem ölni, fúj! A kabaréban mindig oldal, csak egy lótár, fúj! A élet minden kabaré, de onnan nézve dráma, a fentről nézve olcsó, a lentről nézve dráma, a fölnézel ott jól élet, csak lent kevés a lé. Fentről minden gyönyörű, de lentről nagyobb lé. A élet minden kabaré, de